Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez egy ritka tér, ilyen térben még soha nem koncerteztünk, hogy nem tudjuk, hogy a rezonáns, egy hangszernek a teste az mindig így összeér. Reméljük, hogy ezek a termek és az emberek és a közönség, mint rezonáns, össze fog érni. Egy apróság, hogy nem Benkő, hanem Benkó Ákos, és ő erre nagyon kényes, de Benkó Ákosnak hívják. Valóban nagyon sokan mi muzsikusok vártuk, hogy felszabaduljanak a Bartók jogdíjak, hiszen az egyetemen is nálunk a jazz tanszéken tananyag a Bartóki tengerrendszer, a Bartók kompozíciós, kompozitorikus technikájának a gyakorlati része is, tehát hogyan improvizálunk azokban a rendszerekben, amikben Bartók Béla alkotott és komponált. Itt gondolok az osztinátokra, gondolok a különböző modális skálákra és különböző szerkesztési elvekre és szimmetriákra. Ő egyébként ezt ilyen finoman szólva úgy hívta, hogy polimodális kromaticizmus, ez az egyik. Hát mi fogunk ma a polimodális kromaticizmussal is egy picit foglalkozni, de hogy jutottam ehhez az ötlethez? Nagyon egyszerű, amikor én ezt tanultam kiskoromban, 5-6-7-8 éves koromban, nem szerettem Bartókot, nagyon nem szerettem. És akkor nem tudtam még, hogy miért nem szerettem. Nem szerettem egyszerűen. Rövidek voltak, nehezek voltak, furcsák voltak. És amikor elkezdtem idővel később tanítani és foglalkozni vele, akkor rájöttem, hogy igazából azért nem szerethettem, mert ezek nagyon egyszerű, rövid, pici kis darabok, és hiányzott formailag belőle egy csomó minden. Tehát amikor úgy belelendültem volna, akkor már vége volt. És hát ez az időfaktor, ez maga az improvizáció volt. És aztán, amikor elkezdtem tanítani a kis darabokat, akkor előbb egy-egy ilyen kis szerkezeti elemmel és elvel foglalkoztunk, egy-egy osztinátóval, mielőtt még a témát vagy bármit a növendék játszott volna. Magyarul elhangzott itt korábban, hogy az improvizáció, a kreativitás, a játék, és minden művészetnek, minden életben előforduló kommunikációnak az alapja a kreativitás és az improvizáció. Tudjuk ugye, hogy előre nem látható dolgokról szól, de mégis ezek mögött mindig meghatározó, rendező elvek vannak. Úgyhogy nem szeretnék sokat beszélni, mert arra is gondoltam, hogy fél órát beszélek, és 5 percet zongorázunk, vagy 5 percet játszunk. Ezt lehet, hogy most megfordítjuk. 15 darabot hoztunk, mind a 15 egy más karakter, és azért nem mondom el a címeket, tudnék, a Bartók gyűjtésekben is több címe van. Tehát magában a Bartók gyermekeknek kötetben is ő munkacímeket adott, és ugyanakkor az eredeti gyűjtésben egy népdal jut eszünkbe. Úgyhogy fogadják szeretettel a mai koncertet tőlünk, ennyit szerettem volna.
Köszönjük szépen. Tényleg nem szeretném mindegyik darabot elmesélni, csak játszottam egy szólót az előbb, és most is egy szóló darab következik, és csak egy gondolat, hogy amikor elkezdtem ebben foglalkozni, akkor egy fantasztikus felfedezést tettem, több mint valószínűleg nem csak én tettem ezt a felfedezést, hogy ezek a gyönyörű szép balladák, ezek a erdélygyűjtések, ezek a népdalok mennyire rokon, mennyire rokoni kapcsolatban vannak a ősi pentatóniával, és a pentatónia pedig mennyire megjelenik mindenhol a világon, így az afroamerikai népzenében is. És igazából az afroamerikai népzene, amiből ugye a jazz nőtte ki magát, hihetetlen energiákkal bír. És a pentatónia pont egy ilyen rendszer, ami ezekben a dalokban megtalálható. Csak ennyit szerettem volna. Thank you.
Még egyszer Benko Ákos, doboknál Fonai Tibor, Bögő. Még egy-két gondolat azért, ugye Bartók Béla gyermekeknek című kötetéről van szó, szóval azért a gyerekek ilyesmiket nem játszanak, de ezeket a grúvokat kitaláltuk, és szeretném az Ákosnak is, meg a Tibinek is megköszönni, hogy a próbák során nagyon-nagyon komolyan együtt dolgoztunk, és a Tibi is, meg az Ákos is nagyon sok ötlettel szolgált ritmikailag a lemez elkészítéséhez, hogy köszönöm nekik itt mindenki előtt.
bemutatása véget. Most jön a 12. darab, és 15 van.